Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság 22. fordulójában két élcsapat találkozott Kecskeméten, ahol a bronzérmes pozícióban állomásozó KTE fogadta a negyedik helyen álló Falkó Trend Optika KC együttesét. A két gárda őszi találkozóját 83-73-ra Szombathelyen nyerte meg Stojan Ivkovics legénysége, így a vasárnap esti találkozónak egyértelműen a hazaiak voltak az esélyesei. Ennek megfelelően nagy lendülettel kezdtek ivosevék, és az első negyed végén 5, míg a félidő zárásakor már 26 ponttal vezettek, azaz lényegében 20 perc alatt eldöntötték a derbi sorsát. Térfélcserét követően a kecskemétiek tovább növelték előnyüket, és a harmadik negyed végén már szinte megalázó volt a különbség a Falkó számára, ugyanis 76-41 állt az eredményjelzőn. Az utolsó negyedben aztán sikerült a sárga-feketéknek kozmetikázniuk az eredményen, így végül 83-54-re kaptak ki. A szombathelyiek a vereség ellenére továbbra is a tabella negyedik helyén állnak. Kálmán László együttese jövő csütörtöktől a Magyar Kupa 8-as döntőjében szerepel Budapesten.